akkor hatékony a mi munkánk, hogyha a munkaadóval olyan kapcsolatba tudunk lépni, hogy az igényt tart arra, hogy el is kísérjük a munkát keresőt. Mert egyébként, aki egyenként keres munkát, tehát el akar menni valahova dolgozni, ott nem elég jó a szervezettség, és ezért a hatékonyság sem. Tehát véletlenszerűen egy ismerőse felvesz egy embert, de az nem programszerű. Tehát be tudjuk sírni, vagy tudunk érvelni amellett, hogy vegyék fel egy irodába, mert alkalmas arra, hogy ügyet intézzen, de ez nem partneri, hanem inkább személyes kapcsolati alapon megy. Az Ocean esetében ez egy partnerség. Tehát két fél együttműködése abban, hogy egy érintett, egy fogyatékosságában érintett embereket el tudjunk helyezni. Jelenleg 5 sikerdolgozónk van, és a héten felvettünk még 2-t, akik majd júliusban fognak kezdeni. És hát szerencsénkre a dolgozók között van olyan munkatárs, aki ismeri a jelnyelvet, és ők segítenek nekünk mindennapi munkában, a képzésben, a kommunikációban. De azt kell mondani, hogy nagyon talpra esettek a sikerdolgozók, és minden áron megérthetik magukat. A blokk az inkább náluk van, ő részünkről nincsen probléma. Azt nektünk mióta először ez mi ötletünk volt, mert láttam Franciaországban és Lengyelországban sikert pénztárosztásokat, és amikor felvettük a kapcsolatot Magyarország és Sinország vagy más karakítványokkal, akik jöttek az Osonban nézni a munka lehetőségeket, azt mondták nekünk, hogy pénztárban sikert pénztárhoz, ez nem lehetséges. Én azt gondoltam, akkor ez megmutatom, hogy lehetséges, és ez igaz, hogy szerencsénk van, mert egy 600 fős csapat, két pénztárhoz teszünk is, beszélt a jelnyelvet, és volt egy pénztárosztaszünk, aki ő fia, ez is sikert volt, és őtől vettünk először. Azt kell mondanom, hogy elején ez nagyon nehéz volt találni önéletrajzokat, és utána azt láttuk, hogy amikor fölvettünk a második siketünk, akkor Virág is sokat dolgozott rajta, és már utána Csinos Vácon is felhívott minket, és utána egyre több alapítvány is kereste Virágot, és Virág is tudott már velük kapcsolatot tartani.